Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szavaztok, én Miskovics Marci vagyok. Eljöttünk Szombathelyre a Savária arénába, hogy megnézzük, hogy mennyire káoszosak az emberek. Gyertek velem! Szemcsi bátya! Jó? Jó lett? Na jó. Alapta a dioptriás szemüveg van? Alapta meg ott a dioptriás, így van. Ez miért vetted fel csaj hozzá, vagy miért? Nem, barátnőm. Fradi! Tegnap volt a Fradi meccs, jó? Jó eredményen zártatok? Szép teljesítmény volt! Hajrá, Fradi! Annyi, igen? Barátnőm benn van, úgyhogy nem csajozok, csak ilyen kis fénytechnika. Fénytechnika? Ez mit jelent, ez a fény szemüveg? És akkor tulajdonképpen ilyenkor, hogy a csajjal jössz, akkor nehezebb vagy könnyebb? Mi? A csajozás? Hát nem itt lenni egyáltalán, így megmaradni. Egyáltalán nem nehezít semmi. Jágadsz ilyenkor, vagy mit csinálsz? El vagy, nem? Persze, ennyi. Bátyám, mennyi ideje vagytok együtt a csajoddal? Tessék, hát meg vagyok elégedve, jó? Mennyi ideje vagytok együtt? Mennyi ideje vagyunk együtt, jó? Egy éve, két éve? Igen. Nagyon hosszú. Sok kitartás neked, tesóm, sok szerencsét, szavasz. Megcsináltuk a bírülünket? Persze, csináljuk! Barátomnak születésnapja van! Hanyadik tesó? 22 tesó, hallom? Ma Isten értesen, sokáig! Megköszönöm! Milyen lesz az idei éved? Mit vársz tőle? Idei évtől? Miben lesz gazdag? Pénz, csajok? Hát bitcoinba kell fektetni, gyerek! Bitcoinba gazdag? Az a jövő, ne leköptél, de nem bajám! Úgy tesóm! Mi probléma? Azt mondd el nekem, hogy a bitcoinba mennyi pénzt tartasz, így forintot? Hát most 7 milliárd 14 volt, csak most van egy nagy medvepiac, úgyhogy most csak 7 van. Viccelek! Hogy lefagyott? Igazából befektetsz 1,5 milliót, egy év alatt annyit visszahoz, hogy gazdag leszel, hidd el! De akkor hiszel a bitcoinba, nem? Persze, mindenki ezt csinálja nálunk. És mit üzeni annak, aki nem hisz a bitcoinba? Aki nem hisz, annak nincs pénze! Kurva jól érzem magam, tesóm, most voltam a Barry-vel a színpadon. Várjál, te ilyen zenész vagy, rapper vagy, mi vagy, énekes? Ja, majd most jön majd a Barry-vel egy albumunk, vagy egy EP-nk. De mit csinálsz, te is énekelsz, vagy milyen zenész vagy? Én zenézek, tesó, minden műfajban itt vagyok. A zene az jó. De még mit? Szórakozás. Tudod ennek a számnak a folytatás, ezt el tudod rappelni? Tessék? Ez a számot ismered, amit a Dani most nyom? Ja. Benne a kézben. Meg ez a bláv. Ja, tessék. Azt mondom, hogy ez egy igazi vadállat. Azt hiszem, felkákos sem aggatjámat. Na, köszönjük. Na, bátyám, olyan rég akartam interjút csinálni veled, de nem hagyják a nők. Hát én ezt elhiszem rajtam, és állandóan tapadnak. De... Ugye, de ez igen, ez a Szombathely? Hát sajnos ilyen gyerekek nem lehet. Mi ez a sajnos, ez tök jó? Hát azért már túl sok mindenki így úgy vannak. Na, mindenki le akar feküdni veled, nem? Hát ez is igaz amúgy. Na innen a tesómnak szeretnék boldog születést. Kinek? Kívánni a Lucianónak. Lucianónak? Persze, igen. Hol van a Luciano most? Ő most otthon van, sajnos nem tudott jönni velem. Miért nem jött tesóm? Az asszonya van már. Asszonya az nem engedi neki, hogy eljöjjön, nem? Á, esélytelen. Megértem. Ám a pölszörök egy-két csajt, hazamegyek, az holnap reggel meg meccsem van, tehát. Na mit csinál, focizol? Aha, Pécsre megyünk, tehát hosszú út lesz. Pécsre mentek? De a csajok azok mennek veled, ha összeszeded őket, nem? Jönnek nézni engem. Melyik fellépő volt a legjobb idáig? Hát eddig a Tédan idején a Mist várom a legjobban igaz. Tényleg? Melyik a kedvenc Mist számod? Hát nem tudok mondani úgy. Az összes jó igazából, de a Rockstar a legjobb. Rockstar a legjobb. Oda. Jamaica. Melyik az? Jamaica. Igen, az. Tudod melyik? De Bruno Speckot nem is várjátok? Nem, majd csak... Aha, igen, sok mi? Persze, már... Lányok, mi ez a nyuszi fülit? Jaj, mi ez a nyuszi fülit rajtatok? Miért van ez mindenki? Hát már jó. Jó. De ti egy csapat vagytok, vagy ezt itt vettétek, vagy ezt osztogatják? Együtt vettük, igazából. Nem volt olyan drága. Ezzel könnyebb pasizni? Hát igazából lehet. De mennyi voltam, hogy ez nem volt drága, az mennyi? Hát ilyen pár ezer forint, 9000 volt ez. 9000? 3 darab. Ezért a szarért? Leakudtam. Mennyire akudtad le? Megpuszítottam, és azt mondta, hogy... A csávót? Aha. Elolvadt? Micsoda? Elolvadt tőled? Nem tudom. De nem tudom. Te kinek szurkolsz?
Hát én a PSG-nek szurkoltam, de most... Az Ogli miatt? Igen, most a Manchester City-nek szurkolok. Mindig, aki nyerés rá, nem? Persze. Annak könnyű szurkolni, tesó. De az most a Bayern München kapta. Maris Peti, az nagy ízés. Milyen csapatnak? Rómának. Ász Rómának szurkol. Arról rövid vélemény? Az most a Európa Ligában van. De az kiesik most a Frankfurt ellen. Gyenge? Gyenge, gyenge. Te mondod, tesó. Szombatén azért vannak itt jó nők. Van egy pár, de nekem barátném van, ő legszebb. Mennyi ideje van? Lassan 7 hónapja együtt vagyok vele. Ő lesz a feleséged? Mi? Ő lesz a feleséged? Ő lesz. Megkéred a kezét? Meghál! Mutasd meg, hogy kérnéd meg a kezét? Mutasd meg most nekem! Lehet hozzá, mi az feleségű baba? Hát így, és a telefonodat nyújtod! Így! Jól nézel ki! Olyan nyarc vagy, bazd meg! Összesom! De miért nézd? Hello! Szia! Na, ti mióta vagytok együtt? Hát nem vagyunk együtt, csak most találkozunk. Azt mondod, a barátnőm, azt mondod, a barátnőm. Hát most erre az időre most... Barátnőd lesz. Leendőbeli barátnőd. Hogyne. Tesom, mi ez a póló, mi ez a szemüveg, mi ez a egész pacek? Ez szémüvem. Ma csináltad? Igen, meg amúgy itt is volt egy szemecske, csak el... De jó ki vagy pattintva, tesom. Érted? Most kellett egy kicsi időre egy csaj. Alakultok, mert most mi van köztetek? Hát, valami van. Elvitted már randizni, tesóm? Léd megtakaró, meg ilyenek nincsenek. Meg izé, boxer alsó. Hát, az sincsen. Tesó, elvitted randizni? Majd elviszem ezután a buta. Hova fogod elvinni randizni? Majd lehet, hogy elmezünk moziba, vagy vegyet kaját. Moziba? Hogyne. Na és utána, akkor mi lesz a következő lépés? Utána az ágy. Egyből az ágy jön utána? Egy randi és ágy? Hát, azért nem egy randi az oka. Több randi kell oda, hogy az ágyhoz jussunk. Mert ha rendes lesz veled, akkor összejössz vele? Meglátjuk, mi lesz. Tetszik neked? Kit igaz is lehet. Minden megesett. Csókolózzatok már, Léci, itt a kedvemért. Na, na, ő készen áll rá, mehet. Most. Csináljuk. Én az ifjú pár. Köszönjük, ez most már 18 pluszos tartalom, hogyha itt a vége. Köszönjük, hogy néztetek, iratkozzatok fel. Szevasztok.